Először azt a gombot. Uh-huh. És most, és akkor melegítsük elő? Aha. Hát akkor is tartom. Beindult a Tesla, hogy fújja a virágot, mó. Előmelegítjük a sütőt, mielőtt behelyezzük a húst. Na, itt vannak a programok, most már okosabbak vagyunk ám. Megvan minden egyik piktogramnak, hogy hány percig csinál, meg hány fokon csinál. Sőt, Tesla bácsi arra is gondolt, hogy amikor meg kell fordítani a húst, a gép kiszámolja, hogy fél időben van a sütési idő, és akkor csiporog, ez a turn, ez mondja, hogy akkor fordítsd meg, paraszt, mert agyonsül az egyik oldala. És akkor rájöttünk már arra is, hogy ezzel lehet az idő és a hőfokot állítani, úgyhogy vagy ezt a 200 fokosat állítod, vagy ezt az időt, hogy mit akarsz, hogy el akarsz térni a programoktól. Tehát jóformán azt csinálsz el, amit akarsz, nem muszáj csak azt csinálni, ami bele van programozva. Tesla bácsi készíti a vacsorát. Javaslom, vegyen mindenki ilyet. Na, lemaradtunk, de most csipogott, hogy kiírta, hogy add food, úgyhogy lehet belerakni a kaját. Most kipróbáljuk sima lidlis sült krumplival, hogy szenesre ége. Így különbözőleg így megnyomott kicsit is kihúzott. Beleadjuk a foodot. Műanyag nélkül. Más útyorog is. Ó, a kedvencem a cikcakos krumpli. És tudja, hogy bevertük neki. De meg kell állítani, hogy ki... De nem, nem kell, ez már tudja, mert a programot kiválasztottad. Látod, 20 percről számol vissza, uh-huh. És mivel világít a turn, az 10 percnél fog csipogni, hogy fordítsd meg, ha esetleg olyan lenne benne, de hát ez csak krumpli. Nem baj, megfordítom. Ja, sula cumó. Hi-hi. Ja, közben még hozzáteszem a videóhoz, hogy eredetileg nem ezért a Teslás szuccér mentünk mi az Euronixba, hanem leégett a kenyérpirító, úgyhogy vettünk újra egy szenkort, úgyhogy újra 10 évre elvileg tudunk kenyeret pirítani anélkül, hogy leégjen a ház. Úgyhogy ennek az unboxingával senkit nem akarok untatni. Itt a kenyérpirító, csak azért meg akarom mutatni, hogy én nem használtam ilyen cuccot sose, de itt ezen már vannak ilyen gombok. Tehát nem olyan, hogy belerakod, lenyomod, és akkor ég vagy csipog, és akkor gyullad, és kész a kenyér, vagy a ég a ház. Itt vannak ilyen hópehely, meg nem tudom. Kenyérpirító is már ilyen durva. Vettünk is Provence-t. Gyorsan bejöttem a Spice Boy-t a szentélyem mellé, csak így mutatom vágóképnek, hogy még mindig megvan a szentély, csak így mondom. Köszi, jó vagyok, minden fasza, tehát Teslás kenyérpirítónk van, úgyhogy minden oké. Elnyomorgunk. Na, erre emlékeztek, gyerekek? Nem tudom, lehet, hogy tükörbe fogja venni ez a szar, de ez a provence-i meleg szendvics krém. Hát ez tini korunknak az étke. Még gyúrás után is ezt toltuk, igaz, hogy 6 szelet kenyérre kenve, hogy akkor ugye nőjön a biceps, de most reggel már ezzel fogjuk csapatni, ezzel a szenkor kenyérpirítós provence-is reggelivel. Közben Tesla bácsi pedig dolgozik. Gyereszünk! Úgyhogy mégiscsak egy dolgot hozzáfűznék, hogy mindig is érdekelt, hogy mi van ott fönt, hogy igazából a fönt az lent, vagy az űr, meg a holdra leszálltunk-e, meg ilyesmi, és összeesküvés elméletek, stb. Most 2021-ben már nagyon benne vagyunk, tehát most már történnek dolgok Miami-ban, meg a médiában, meg ezt azt lát az ember, de azt akarom csak mondani, hogy ez a Teslás pasas, ez előjött valahonnan, és már egy-két filmben is fölbukkant vígjátékokban, ez tud valamit, baszki. Tehát ez saját zsebből elindított valamit, és látom, értem, tudom, mit akar, és csak arra akarlak titeket kérni, hogy innentől ti is vegyetek Tesla termékeket. Nem volt ez a szar olyan drága. Mi is meg tudtuk venni, sima munkásosztálybeliek. Teslás autóm egy darabig nem lesz, meg nem is nagyon tetszik, én ilyen Audis vagyok inkább, a Fir 0, tehát a 4-0-ás kocsis. És vegyetek ti is Teslát, mi is Teslát vettünk, és ezzel is támogassuk az űrprogramot, és a tudományt, és a felfedezéseket. Mert ez a csávó igaz, hogy fölküldte a Starlinket, meg ki tudja, milyen 5G-vel sugároz itt a házból, és kinézek, és látom, hogy ott villog este az 5G, és akkor nem tudom, miért fáj a fejem, de valamit készül szerintem, és megvan, hogy miből van neki rá a zseton. Kiadta ezt a sok Teslás kocsit. Aztán az összes többi fajta Teslás terméket, de most már betört a konyhaiparba is, gyerekek. És a nők meg a feleségek imádni fogják, mert amikor összeülnek a tyúkok és egymásnak eldoruzsolják a házasságuk bajait, el fog durrani egy-két olyan mondat, amikor egyik-másik, hát én Teslába sütöm bazd meg a Mirelitet. Egyébként egy kicsit kisarkítottam ezt a Mirelitet, mert nagyon ritkán iszünk Mirelitet, de azért akkor is kell egy ilyen. Tehát arra az 1%-ra, amikor az ember nem ér rá, és akkor gyorsan kapjunk be valamit, ebben meg lehet sütni a Mirelitet is. De nem csak azt, tehát a nyers húst vagy bármilyen főételt meg tudsz főzni. Tehát nehogy azt gondoljátok, hogy mi most itt ilyen előrefagyasztott szarokat eszünk, mert abból nekem 10 évig ki volt a faszom, úgyhogy köszönöm szépen, soha büdös kurva életbe. Tehát én legközelebb fagyasztott cuccot, csak vaníliát meg puncsot érted a fagyizóba. Na ennyit akartam mondani, támogassátok az űrprogramot, vegyetek ti is Tesla kenyérpirítós, olajhőkeverős lófasz sütőt vagy mi ez. Pá! Na, még teszt alatt vagyunk, 30 másodperc és csipog a Tesla.
hogy fordítsam meg benne a benne lévőt, de most csak sült krumpli van benne, úgyhogy mindjárt kinyitjuk, hogy szar ráégette, vagy még jó-e. 10, 9, 8, 3, 2, 1, vágtam. Na? Nem most kellett volna, hogy csipogjon, ott világít a turn. Na most mit csináljak, bébi? Az nem csipogott. 20 percről indult, és már csak ki... Hoppá! Hoppá! Ott van. Jó van. Csak működik. Már megijedtem, hogy mi lesz. Jó, akkor kinyitom. Ó, le is állt. Azt az aranysárga kurva isten itt el. Hát ez gyönyörű. Megkeverjük, vagy így, meg izéljön. Ez már folyik valami onnan. Ja, csak a pára szerintem. Na, így megrázzuk egy kicsit a Mirelit krumplit. Azaz, küdd meg kicsit. Most egyelőre csak ilyen ploricuccot sütünk benne, de egyébként tudjuk jó ismerőstől, hogy ugyanilyenbe, amiben ilyen 7 literes űrtartalmú, és belefér, egész grill csirkét meg lehet benne csinálni. Tehát nem ez ilyen Mirelit szaroknak való, hanem bármit beleraksz és megsül. Szerintem jó, meg rakjuk, mert... De jó, de ne legyen ilyen túlsütöttem. Ja, visszaraktuk, de egyébként már most szép kívülről, de lehet, hogy belülről még annyira nem, úgyhogy várunk még egy pár percet, és úgy döntjük, felüljük Tesla bácsi programját, kiveszünk és elkezdjük ketchupba tunkolni. Most, hogy így belejöttünk, akkor fogunk egy ilyen pennis nádudvarit is, ami eleve olaj nélküli sütőbe való, tehát ezt ide találták ki. Ezt is megpróbáljuk megsütni. Aztán van itt egy ilyen csirkemellfilé, és egy kis finomság, egy kis camembert. Tehát most Mireliteket tesztelünk a következő videóban, hogyha kedvet kapok és lesz időm, bár ez lehet, hogy ma jövőre lesz, egy év múlva, akkor közben megmutatom, csak ez a fűszeres fiókja az asszonynak, nem érted? Tehát nekem volt borsom, körim, meg cukrom, meg sóm, azt ennyi kb. Itt ez a fiók, ez csak a fűszer. Tehát ettől még nem laksz jól, ez csak az ízt adja, vágod. Na, úgyhogy ki fogunk próbálni a következő videóban nyers húsokat is, és olaj nélkül megsüti, és hamar, és energiatakarékosan, és omlós, szaftos puhára. Egy adag krumpli kész is, mutatom. A rácsot kivettük, mert alatta benne van az apró darab, és az ne égjen tovább, és ehhez a felülethez, ez a teflonoshoz nem nyúlunk fémmel, hanem csak fa eszközzel, mert megkarcolódik, tönkre megy. Nyet, nyima, nem nyúlsz hozzá. Fúj. No, második felvonás. Husi. Bekapcsoljuk. Wings bacon roast. Aha, 200 fok 25 perc, előmelegítés, fél időbe váltás, minden tud. Tódd bele az egészet. Fitness. Én azt mondom ennyi év után, gyerekek, hogy egész életedben azért íztelen fűrészport enni és diétázni, hogy ja, egy nyárra jó nézel ki. Nem szabad. Finomakat kell lenni. Jó dzsukszos, szaftos. Nem kell, hogy mindig az egészséggel foglalkozzunk. Egészséges az így is, úgy is. Tehát rost. Start. Tesla Technology for All. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, irány edzeni. Ciao.